Köszöntöm a sajtó megjelent munkatársait a Mi Hazánk Mozgalom sajtótájékoztatóján, melynek témája javaslatcsomagot nyújtott be a Mi Hazánk Mozgalom a kizsákmányoló pénzügyi rendszer felszámolása érdekében. Már ugye a pártunk megalakulásakor zászlónkra tűztük azt a célt, hogy igenis el kell számoltatni a bankokat, és a köréjük felépülő egész pénzügyi szektort meg kell reformálni, legyen szó akár a népnyúzó végrehajtókról, a követeléskezelőkről, a közjegyzőkről, vagy ugye a legnagyobb hasznot húzó bankokról, ugye akik kitervelték a devizahitel csalást is véleményünk szerint. A jogszabályok, a jelenlegi jogszabályok pedig azt mutatják, hogy igenis ennek a kizsákmányolásnak ad teret a jelenlegi törvénykezés, és ennek az egész rendszernek az adósok látják a kárát, mivel véleményünk szerint a visszajelzések alapján is azt lehet érzékelni, hogy folyamatosan az adósok jogai sérülnek, és nincsen egyensúlyba a jelenlegi végrehajtási törvényben az adósok joga például, mondjuk a végrehajtókkal szemben. Egy konkrét példát is elmondanék, hogy például amikor már egy letiltás és inkasszálás van folyamatban az adós ellen, és ugye soron következő lenne az ingatlan elverezés, hogyha az ingatlan becsérték összegével nem ért egyet az adós, akkor annak a megkifogásolása több százezer forintot ró ki az adósokra, amit meg kell előlegezni az eljárás folyamán. Így ugye azt mindenki belátja, hogy a mai magyar fizetésekkel, hogyha letiltás van, inkasszó van, akkor ezt nem fogják tudni finanszírozni. És pontosan ezek felszámolása érdekében egy konkrét javaslatcsomagot nyújtott be a Mi Hazánk Mozgalom. Véleményünk szerint nem ilyen látens javaslatokra van szükség a végrehajtási törvény és a többi köréjük épülő szervezet felszámolásáért, hanem igenis konkrét javaslatokkal kell előállni a jövőt vonatkozóan. Ugye ezeket a javaslatokat már az Igazságügyi Bizottság és a Gazdasági Bizottság is tárgyalta, és ugye a devizahitelre vonatkozóan szeretnénk a bankadónak a bevezetését, ezt szintén leszavazták, és sajnálatos módon az Igazságügyi Bizottságban is leszavazták ezeket a javaslatainkat, amikor arról szóltak, felsorolnám, hogy ugye emberséges letiltást és inkasszálást követelünk a végrehajtásokban, mivel véleményünk szerint a jelenlegi jogszabályok, akár az emberi méltósághoz való jogot, vagy más különféle alapvető emberi jogokat is sérthetnek. A végrehajtástól mentes részt 50 ezer forinttól megemelnénk, a jelenlegi 60 ezer forintról megemelnénk minimum 100 ezer forintra, de mindenféleképpen még ez is egyébként egy nagyon alacsony összeg. A végrehajtási jutalékokat is minimalizálnánk, ez azt jelenti a konkrét javaslatunkban, hogy minimum a felére csökkentenénk a végrehajtási jutalékokat, ezzel is ugye gátat szabnánk a végrehajtók esztelen gazdagodásának. A nyugdíjasokra vonatkozóan is nagyon sok visszajelzés érkezik, és éppen ezért követeltük javaslatunkban, hogy igenis legyen mentes a végrehajtás alól a 13. havi nyugdíj, inkasszálni ne lehessen a nyugdíjakra sem. Több európai országban egyébként nem ilyen embertelen a nyugdíjakra vonatkozó végrehajtás, sőt vannak olyan országok, például Görögország vagy Málta, ahol egyáltalán nem lehet a nyugdíjakra végrehajtás foganatosítani. Ezen kívül a kötelező bizonyítási eljárást is követeltünk a fizetési meghagyási eljárásokban, amit ugye a követelés a közjegyzők irányoznak elő. Ezzel is meg tudnánk akadályozni azokat a fiktív követelésekre vonatkozó fizetési meghagyások kiállítását, amiknek nem mindig van jogalapja. Ugye a non-profit végrehajtás, azt most is ugyanúgy a javaslatcsomagunk tartalmazta, hogy igenis fel kell számolni azt, hogy a végrehajtók több százmillió forintot keressenek a magyar emberek népnyúzásából, és a javaslatcsomagunk utolsó javaslata az volt, hogy a követeléskezelőket is meg kell szabályozni, igenis konkrét törvényeket követelünk a követeléskezelőkre, illetve éppen ideje lenne már Magyarországon is meghozni egy konkrét szabályozást, egy fogalmi meghatározást a követeléskezelők részére. Ahogy már említettem, ezeket a javaslatokat sajnálat
tudatosan elutasították, még tárgysorozatba vételre sem volt lehetőségünk, hogy ezeket a javaslatokat esetleg vitára bocsássák. Éppen ezért a Mi Hazánk mozgalom, ahogy eddig is tette, harcolni fog azért, hogy végre egy igazságos és emberséges végrehajtási rendszer maradjon itt Magyarországon, és ezért a továbbiakban is minden tőlünk telhető eszközt be fogunk vetni. Ugye folyamatosan fogunk benyújtani törvénymódosító javaslatokat, és a témát, ezt a magyar emberek népnyúzását pedig napi szinten témaként fogjuk feltárni.